Sziasztok, ez itt az AMD Atlan 4 magos processzornak az unboxing videója lesz, de hát szerintem bontjuk is ki, mert ez így csak egy doboz egyelőre. Amint elvágtuk ezt a cetlit, egyből ki tudjuk nyitni a dobozt. Látható, hogy benne van a processzornak a coolere, a hűtő, illetve ebben a kis műanyag dobozban lesz majd a processzor, de vegyük ki a dobozból, mert ez így nem érdekes annyira. Szóval itt van a cooler. Itt van a használati utasítás, illetve itt van a processzor a matricával. Na, hát a cooler az igazából az csak egy cooler, nem hiszem, hogy sokat kell mutatni rajta. Kiveszem a dobozból, és amint látható, ilyen fémlapokból áll, tehát ez hűti a processzor, illetve amint látható, már gyárilag be van kenve ezzel a hűtőpasztával. Szépen magyarul. Vissza is teszem óvatosan a dobozba, hogy nehogy lekenődjön róla a paszta. És hát ezen azt hiszem, hogy nagyon nincs mit mutatni, ez csak egy sima ilyen hát nagyjából processzort, hogy kell behelyezni az alaplapba, meg egy csomó írás van rajta. Térjünk át a processzorra. Mint látható, előre ez már nem lesz egy hosszú unboxing videó, mivel ez csak egy processzor. A proci, de vegyük ki innen ezt a matricát. Na, az előző videóban ez volt látható a számítógépnek az elején. Helyesebben egy másik ilyen, mert két ilyen processzort rendeltem, de ez már mellékes. És hát itt van ugye a processzor, amit nem akar befókuszálni a kamera, most sikerült. És ki is nyitom ezt a műanyagot. Tehát itt látható tisztán is műanyag nélkül a processzorunk, amit most ki is fogok innen venni, hogy megmutassam a lábacskáit. Még nem akar ez kijönni innen? Jó, rendben, kijön az, csak óvatosan kell vele bánni. Szóval itt is van a proci. Mint látható, nagyon sok kis láb van rajta, de hát gondolom mindenki látott már processzort. Na, hát ez egy szép darab, ez egy 4 magos, 3,4 GHz-es, sőt turbóval 4 GHz-es processzor, AMD FM2 pluszos, hát FM2-s foglalattal, illetve a címkén is látható 4 MB cache-el, de hát a többit is írja itt, láthatjátok, ha nagyon el akarjátok olvasni, akkor pauzoljátok le a videót. Tetején csak ennyi volt igazából, ilyen cuccok, írja a nevét, meg ilyesmit, na. Meg itt volt egy lyuk, amin látszott a proci, akkor is, ha be volt csomagolva. Na, fókusz. Ahó, ez nem normális. Na mindegy, köszi, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, na végre befókuszálta. Sziasztok!